Szuper, oké, mindegy, két kocka. A Győr Plusz média fotósa Marcali Gábor fotózta szerda este a barokk esküvő idei szerencsés párját a Kálóci téri parkban. Miholics Adrián és Mersics Gergely között teljes a harmónia, le sem tagadhatnák, hogy mennyire szeretik egymást. És most egy egész város előtt bizonyíthatják szerelmüket, hiszen augusztus 11-én a 300 évvel ezelőtti szokások szerint kimondhatják a boldogító igent. A kapcsolatunk az 8 éve tart. Elég kalandos körülmények között ismerkedtünk meg, aztán végigjártunk jó rögös utat. Főiskola, egyetem, egyéb tandi, minden egyéb apróság, de hát a nehéz időkben is kitartottunk egymás mellett, és most már szépen kezdünk egyenesbe jönni, és most már érezzük, most már tényleg élvezzük. Túl vagyunk a tanulmányokon, minden, most már dolgozunk, és most már kezdjük a sulinak, meg az egyéb apróságnak a gyümölcseit élvezni. A pár a vőlegény édesanyja javaslatára pályázott a barokk pár címre. Áprilisban aztán érkezett is a telefon, hogy idén ők a szerencsések. A győri szerelmesek a 20. barokk esküvőn fogadhatnak örökhűséget, amire már most nagyon készülnek. Ami nagyon tetszett az, hogy nagyon egyedi lesz a ruha. Tehát nem olyan, ami a szalomból jön, hanem kimondottan erre az alkalomra külön a mennyasszonynak és külön a vőlegénynek készül egy ruha. Ezt nagyon-nagyon jónak tartom. Másrészt nagyon tetszik a hintós utazás, és így is ezúton is köszönjük Keglovicsnénak, hogy támogatott a vasárnapi hintós utazásunkban is. A jubileumi esküvőn zenészek, pantomimesek és jelmezesek kísérik majd a párt, akik augusztus 11-én 3:48-kor a vízi színpadon kötik meg barokk frigyüket.